Nagy változást jelentett a 2020-as év a szakképzésben, hiszen szinte teljesen megújult a rendszer, mondja Szabóné Kis Erzsébet, a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikum igazgatója. A nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal folytathatják tanulmányaikat az érdeklődő fiatalok, az esti tagozaton a felnőtt képzési szerződés megkötésével és akár a tanulmányi idő rövidítésével kínálunk lehetőségeket az érdeklődő felnőtteknek. Fontos tudni a megújult szakképzés rendszerében, hogy az érettségire épülő képzéseknél is, ugyanúgy, mint az alapképzéseknél ingyenes a képzés, hiszen az új rendszerben a felnőttek tanításával kapcsolatos lehetőségek felkínálják azt, hogy akár két szakma és egy szakképesítés is ingyenesen megszerezhető az érdeklődők körében, és hát ezzel is éltek természetesen többen. Nagyon örömünkre szolgált, hogy ebben a tanévben tudtunk két fő ágazatban indítani érettségire épülő képzéseket is. Évek óta nagy népszerűségnek örvend a közlekedésszállítmányozás és a ma már úgy ismert közgazdaság ágazat, mint a gazdálkodás-menedzsment ágazat. Ebben a két ágazatban a szakmák iránt nagy az érdeklődés, így volt ez ebben az évben is. A logisztikai technikusok és a vállalkozásügyviteli ügyintézők kezdték meg tanulmányaikat szeptemberben mind nappali és mind esti tagozaton. Fontos változás az is, hogy ösztöndíjban részesülnek a nappali tagozatos hallgatóink a két éves képzésben is. A sikeres ágazati alapvizsga letétele után lehetőségük van arra, hogy a duális partnerekkel szakképzési munkaszerződést kössenek, és akár 100 000 forinton felüli juttatásban is részesülhetnek havonta a diákok. Új és eltérő az oktatások tartalmi megközelítése is, ugyanis az érettségire épülő képzéseknél az első fél év ágazati alapozó oktatás formájában zajlik. Az első fél év végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, és a sikeres ágazati alapvizsga után lehetőségük van arra, hogy a szakmai vizsgára iskolánkban a nappali tagozaton külső gyakorlati képzőhelyeken duális gyakorlati partnereknél kezdhetik meg a felkészülést. Természetesen ezt a folyamatot az ágazati alapvizsga körüli időszakban is már egy nagyfokú hozzáértő előkészítő munka előzte meg a iskolánk és a duális képzőhelyek szoros együttműködésében. Ebből természetesen a diákok sem maradtak ki, hiszen nekik is volt azért feladatuk, őket is megszólítattuk, és a képzőhelyek is megszólítatták. Szakmai önéletrajzokat kellett írniuk, és úgynevezett ilyen állásinterjún vettek részt, elbeszélgetésre mentek a képzőhelyekhez, és ezek után, a beszélgetések után alakult ki a végső döntés a duális partnerek és a diákok kapcsolatát illetően, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy mindenki lehetőséget kapott, majdnem mindenki, hogy a külső gyakorlati képzőhelyeken elmélyítve tudásukat készüljenek a szakmai vizsgákra. Intézményünk 16 logisztikai technikus képzésben résztvevő diákja, 6 gazdálkodó szervezetnél dolgozik szakképzési munkaszerződéssel 2021. február 1-től, az ágazati alapvizsga sikeres letétele után. A 6 gazdálkodó szervezet különböző profillal rendelkezik, különböző tevékenységi körük van, egy tisztán logisztikai profilú, egy az egészségügy területén, és 4 pedig termelő vállalkozás. Ma már elmondhatjuk, hogy a szakirányi oktatás szinterei a duális, előbb említett duális képzőhelyi partnereink lettek, mivel a szakmai órák 60%-a, sőt több mint 60%-a ott valósul meg. Diákjaink gyakorlati feladatok megoldásán keresztül mélyíthetik el szakmai tudásukat, illetve alapozhatják meg.